Ismertem két kovbojt. Egykoron. Mikor még a fegyver volt a törvény, mikor a jó és a rossz nyíltan küzdöttek, és mikor még számított a becsület. Azért küldöttem, érted? Mert igaz, hogy utálom a pofádat, de szükségem van a segítségedre. Látnél a helyettesen? Lerábul el, megcsinálom ingyen a balhét. Serifünk is kemény ember. Összebújt már vagy három jánnyal. Felesége nem veszi jó néven. Folyton a nyakamra jár mindenki. Hol a telepesek az őrnagy miatt, hol az őrnagy a telepesek miatt. Nincs egy nyugodt percem se. De. Mi a baj az őrnaggyal? Mindig csak a balhé megy, megy a veszekedés, a verekedés. Nem bírnak ezek egymással. Öt percet adok, hogy elhagyjátok a várost. Na még mit nem? Te már megint össze-vissza beszélsz, inkább így elvonom. Állj meg, macsok! Új emberek érkeztek a városba, és itt vannak lent, nehogy kimenjetek. A srácokkal óvatosan átolzom. Fekete gyerek az igen veszélyes. Mit folyik itt, emberek? Nyugodtan, serif. Nem folyik itt semmi. A kakaó kívül. Veszélyes idők voltak azok. Tel is tele kalanddal, szerelemmel és harccal. Két testvér, kik nem szívelték egymást, mégis mikor kellett, összefújta őket a szél, és mint két kéz összefújta. Damian, a négyzet nekem rendelt. Állás, békés, 60 centi.